Sziasztok! Ebben a videóban egy őszi fali dekorációt fogunk elkészíteni Csorba Anitával, aki az inspirációk.hu bloggere, illetve van egy videócsatornája is, és ezt megtaláljátok a leírásban. Itt vagyunk mind a hárman a budaörsi Kikában, ugyanis Anita meghívott minket magához, és itt fogjuk elkészíteni ezt a dekorációt, amit Panni elmond, hogy mi a lényege. Igen, ezt a dekorációt mi a Starbucksban láttuk, és ezért használunk hozzá egy ilyen Starbucksos poharat, de tulajdonképpen olyat használhatok hozzá, amilyet szeretnétek. És az lesz a lényege, hogy ezt a parafa táblát lefestjük táblafestékkel. Lefesthetitek az egészet, vagy akár egy kijelölt területet is csak, aminek ugye az a lényege, hogy lehet ráírni krétával, és fogjuk még díszíteni ilyen dekorgumiból kivágott falevelekkel és kis tökökkel a négy sarkában, valamint ebből a pöttyös anyagból fogunk még rárakni egy feliratot. És miben segíthetek nektek? Nem tudom, melyiket szeretnéd az összes közül. Legyen a felirat. Jó, akkor a felirat. Én mondjuk csinálom a táblafesték részét, akkor átfestem, és akkor Panni úgyis olyan jól tudsz rajzolni, akkor tiédatok is a levelek. Jó. Anita elkezdte megrajzolni az általa kiválasztott Coffee feliratnak a vázlatát, eközben pedig Panni a narancsárga dekorgumiból rajzolt egy tök formát, majd pedig ezt vágta ki. Én eközben kimértem, ha jól emlékszem, 7 vagy 8 cm-t, ugyanis az agasztószalagot úgy ragasztottam le, hogy azok egy téglalapot adjanak ki, aminek ugye az oldalai párhuzamosak. Ezután Panninál a falevelek következtek. A barna színű dekorgumit választottuk a falevelek színéhez természetesen, és közben Anita kivágta papírból a betűket. A kijelölt téglalapot elkezdtem befesteni táblafestékkel, amit hobbiboltban tudtok beszerezni. A lényege annyi, hogy miután ráfested az adott felületre, várnod kell egy, maximum két órát, és ezután pedig krétával lehet ráírni. Panni kivágta a faleveleket a gumiból, Anita pedig elkezdte az általa választott textilen átrajzolni a papírsablont. Miután befestettem az egész felületet, félreraktuk ezt a parafatáblát, hogy száradjon, Anita kivágta a textilből a betűket, Panni pedig megrajzolta a vonalakat a tökökön. A Starbucks pohárral, vagy az általatok választott bármilyen kávés pohárral annyi a teendő, hogy félbevágjátok, úgy, hogy a szebbik oldalát hagyjátok meg, ugyanis ezt fogjuk majd ráhelyezni díszként a parafatáblára. A felirat kivágása után Anita folyékony ragasztóval átkente a feliratot, ami itt látszódik, hogy fehér színű, viszont száradás után átlátszó lesz. Miután a festék megszáradt, a ragasztó csíkokat egyszerűen csak lehúztam a tábláról, és így, amint látjátok, a hanyag festésem ellenére egyenes vonalak születtek. A feliratot ráraktuk a tábla tetejére, és ezután még egy kicsit beragasztózta Anita.
A tököket és a feleveleket kétoldalú ragasztó fontokkal ragaszgattuk fel. A lényege, hogy 3D-s hatása lesz az egésznek, ugyanis ugye egy kiemeli a térből magát az anyagot. Ezt is hobbiboltban tudjátok beszerezni. A kávéspoharat öntapadós gyurmaragasztóval tudjátok rögzíteni, amit papírírószer üzletben tudtok beszerezni. Amint látjátok, a megszáradt táblára bármit rá tudtok írni krétával, Panni még jó kis habot is rajzolt a kávénk tetejére. És ezt a fali dekorációt megtalálhatjátok még nagyjából egy hónapig a Budaörsi Kikának az egyik falán, úgyhogy ha valaki arra járna és megtalálja, akkor küldjön róla fotót. Ez lett volna ez az őszi fali dekoráció, és küldjetek róla fényképet, hogyha esetleg ti is elkészítitek. És köszönjük Anita segítségét is. Azt hiszem, hogy itt lehet. Nézzétek meg az ő csatornáját is, ugyanis ott is találhattok egy Halloween-i dekorációs videót 10+1 dekorációval. Köszönjük, hogy megnéztetek minket! Sziasztok! Sziasztok!